a mindennapokon csendes határmenti kisközség Kásád utcáit. A mai napon vidám zeneszó lengi be, hiszen immár második alkalommal zajlik a sokat lakodalmas ebben a községben. Azt gondolom, a hagyományok ápolása nagyon fontos, és itt Kásádon éppen az zajlik, immár második alkalommal egy hagyományos, sokas lakodalmas láthatunk itt. Ön hogy vélekedik erről? Hát mindenképpen az anyanyelv és a kultúra mellett a legfontosabb talán, hogy a hagyományokat őrizzük meg, azokra legyünk büszkék. Úgyhogy nagy örömmel jöttem én ma ide Kásádra, mert ez egy horvát falu volt évszázadok óta. Ma talán kicsit kevesebben élnek már, de nagy örömre azért a hagyományokat, a szép népviseleteket most is őrzik. Jöttek ide a baranyás fiatalok, meg láttam régi ismerősöket a megye különböző területéről, úgyhogy biztos jó lesz a hangulat. Meg a horvátok, mi általában azért, ha van egy kis zene, esetleg egy-két pohár bor, biztos, hogy utána már jól fogjuk érezni magunkat, úgyhogy biztos, hogy benne, hogy ez így lesz ma este is. Igen, ez egészen biztos, hiszen itt azért mi a horvát határ mellett élünk, és valóban a horvát embereket nagyon közvetleneknek és olyan embereknek ismerünk, akik szeretnek és tudnak is mulatni, hogyha arra alkalom van. Hát igen, erről híresek vagyunk, hogy ez a déli mentalitás, ez a génjeinkben van, úgyhogy szerintem itt főleg Baranyában, meg ezek a déli részeken, ahol együtt élnek most évszázadok óta a többségi nemzettel, a horvátok, valahogy szerintem a környékbeli magyar településeken is ezt megtanulták, megszerették, és már természetesnek veszik, hogyha jól akarják érezni magukat, akkor el lehet jönni ezekbe a horvát falvakba. Mint ön is említette, hogy Kásád valamikor szinte szintiszta horvát település volt, most azért már nem teljesen így van. A Baranyában egyébként mi a helyzet? A horvátság hogyan áll most? Sajnos ez nem csak Baranyában, itt a déli megyékre is jellemző, tehát Bács-Kiskun megye, Baranya, Somogy megye, még Zalában is egyre több fiatal a munkalehetőségek hiányában külföldre utazik, ott él, és ezért kevés a fiatal a településeken, bezárnak az iskolák, és így az őslakosok tulajdonképpen lassan kihalnak, és ugye ez egy az országos horvát önkormányzat számára és a magyarországi horvátság számára is ez az egyik legnagyobb probléma, mert ezen nem nagyon tudunk segíteni, ez inkább gazdasági megoldást igényel, abban meg sajnos nem vagyunk kompetensek, de hát mindenképpen azért próbálunk ilyen rendezvényekkel is, meg a helyi horvát önkormányzatok segítségével is fenntartani ezt a kultúrát, ami évszázadok óta jellemző ezekre a területekre. Második alkalommal találkozhatunk itt Kásádon a sokat lakodalmas keretében. Úgy tűnik, hogy most már valóban meghonosodik itt nálatok ez a hagyományőrző dolog. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek veleket második alkalommal. Természetesen ebből, ahogy említetted, hagyományt szeretnénk rendezni, évről évre megrendezni. Úgy néz ki, hogy lesz rá lehetőségünk is, mert a Nemzetiségi Önkormányzat
anyagilag is, meg maga a csapat is úgy áll hozzá, hogy szeretné megrendezni ezt. Hál' Istennek a nemzetiségi oldalról is nagyon nagy támogatása van ennek, mivel hát a sokadságunk nagyon fogy, és mindenhonnan támogatják azt a dolgot, ami ilyenek a kezdeményezése. Ugye itt gyakorlatilag itt vagyunk a horvát határ szélén, innen pár száz méterre, mert horvát területet taposhatnánk, ha nem lenne kerítésünk. A túloldalról jött-e valaki, vagy egyáltalán milyen a kapcsolatotok az anyaországi horvátokkal? A kapcsolatunk az nagyon jó, azt mondom, hogy ugye testvér településeink is vannak. Most jelenleg éppen helyhatósági választás van a településen, ahonnan nem tudtak eljönni, de viszont Újbezdámból, akikkel tartjuk szintén a kapcsolatot, ők itt vannak, jelen vannak, és elég szép számban megjelentek, és itt vannak, táncolnak, jó érzik magukat. Az előző riportban is elhangzott, hogy nagyon-nagyon fontos minden nemzetnek az, hogy támogassa gyakorlatilag a hagyományokat és azokat ápolgassa. És arról is szó jó eset, hogy bizony a horvátok száma lecsappan. Itt Kásád valamikor gyakorlatilag szinte 100%-os a horvát nemzetiségű település volt. Most körülbelül milyen arányban vannak itt a horvátok? Igen, ez azt mondom, hogy sajnálatos nem csak nálunk. Ez nagyon nagy probléma azoknak a településeknek, ahol horvátok vagy bármi nemzetiségét mondok. Nálunk körülbelül 30%-a az, aki még a nyelvet, az egy gyakorolja, aki beszéli. Hát az a baj iskolai szinten is, hogy sajnos nincs, volt valamikor nemzetiségi óvodánk, az iskolában is tanulták a gyerekek a horvát nyelvet, most sajnos egyik sincs. Az óvodát be kellett zárnunk, lecsökkent a létszám annyira, hogy az óvodát be kellett zárnunk, fölhordjuk a gyerekeket Beremendre. A Beremendi általános iskolában nem volt igény akkora mennyiségű emberre, tehát nem volt gyerek, aki jelentkezett volna, aki, hogy horvát nyelvet oktassanak, és így ott is megszűnt sajnos a horvát nyelvoktatás. Tehát én azt mondom, akik otthon, a szülők, nagyszülők még beszélik a nyelvet, és tartják még a sokadságukat, ott még azért van. Hála jó Istennek, még azért tartjuk. Reméljük, hogy akkor azért ez legalább megáll ez a tendencia, és ha már nagyobb nem is lesz, de legalább rosszabb sem lesz a helyzet. És azért a mai napon úgy látom, hogy aki itt van és tartja a horvátságát, a sokadságát, nagyon jól fogja érezni magát, hiszen az előző riportra megint csak visszafűzek, a horvátoknak, sokadszoknak gényében van a mulatás. Így van. Azt mondom, aki eljött erre a rendezvényre, nagyon sok embert hívtunk meg, és hál' Istennek nagyon sokan elfogadták a meghívást. Aki eljött, én úgy érzem, hogy jó érzi magát, és most igazán kiadhatja a sokadságát az éneklésbe, a táncolásba, a mulatásba. A mai sokat lakodalmasnak a két főszereplőjével beszélgetek itt, a mennyasszonyon és a vőlegénnyel. Mennyire volt ez, hogy beszéltétek meg, vagy hogyan esett éppen rátok a választás? Hát szerintem azért, mert alapból is egy párt alkotunk. Minket választottak ki. Mi nem tudtunk róla először, de a testületi gyűlésen megszavazták, hogy mi legyünk. Föl kellett erre készülnötök, vagy egyébként voltatok már olyan jellegű sokat lakodalomból, azért láttátok, hogy hogyan zajlik ez az egész. Hát a tavalyi sokat lakodalmon részt vettünk, annyira nem kellett rá fölkészülnünk.
gyakorlatilag az, hogy ez egy sokasz lakodalom, tehát egy horvát nemzetiségi este vagy napon vagyunk itt. Ti egyébként a mindennapokban is valamilyen módon kötöttök a horvát sokassághoz? Hát a mindennapokban manapság már annyira nem, de a szüleink még képviselik ezt a hagyományt, sokac hagyományt, sokac faluba élünk, itt nőttünk fel, ennyi. Köszönöm. Azért akkor nem volt teljesen ismeretlen számotokra, és említetted, hogy egy pár vagytok, akkor ez gyakorlatilag egy főpróbának is jó volt. Így van, nem volt ismeretlen. Tavalyi lakodalmason is részt vettünk, már tudtuk, hogy mi lesz. Oh,